Egy napra szabadbattyán lett a gasztronómia Fellegvára Fejér megyében. Igazi falusi ételkülönlegességek főttek a bográcsban, amelyet a Kulatorony tövében szakértő zsűri bírált el. Az ennivaló, az étel, az ugye összehozza az embereket. Hát a magyar ember az ugye szereti a hasát, szereti magát jól érezni, de ehhez programok kellenek. Mi úgy gondoltunk egy nagyot, hogy egy májusi időpontot kiválasztva, amikor jó idő van, és az emberek ki tudnak mozdulni, egy kicsit elbeszélgetnek, összejönnek. Ezért gondoltuk, hogy egy főzőverseny keretében ő színvonalas programokat adva ki tudjuk mozdítani az embereket. Az a recept. Onódi Ferenc, a Magyar Gasztronómiai Szövetség elnöke bizonyos abban, hogy bár a magyar ételek az európai kultúrában mostanság nem népszerűek, de az édesanyáink, nagymamáink által elkészített finomságok ma is európai hírűek lehetnek. A világhírű szakács hozzátette, ez természetesen csak akkor képzelhető el, ha magyar alapanyagból készítik el őket. Egy népnek a kultúráját, az feltétlenül hozzátartozik a táplálkozásra, az az alapja, amit végsősorban átöröklünk őseinktől. Mindenki emlékszik a nagyanyjának a főszére, vagy egyéb ilyesmire. Ilyen értelemben rendkívül színes is, de mégis a magyar ételeknek van egy speciális ízvilága, egy rendkívül színes, ez a történelmünknek is köszönhető. Az egész napos rendezvényen 50 baráti társaság főzött. A kóstoló végén pedig mindenki elégedett lehetett, hiszen a magyaros ízvilágot képviselő hagyományos ettálételek máig a legkeresettebbek, amit szívesen fogyaszt mindenki.